Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy picit a Lendelre szeretnék foglalkozni. Hát ez szegény többsebből vérzik, hogyha jobban ránézünk. Több sok kísérte az elmúlt év végén. Hát egy kimaradt és kicsit megfagyott szegényke, ami nagyon jól látszik, bizonyos például itt. Ez a hajtás csúcs szinte teljesen elfagyott. Hát ezt valahogy rendbe kéne tenni. Másik seb, amiből vérzik, az, hogy szegényke elég régen kapott már tápanyagot, tehát valamiféleképpen egy kicsit fel is kéne tölteni. A harmadik, ami egy általános hiba a Leandernél, az, hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy évvége fele árnalomban fakul, hull a levele, sárgul. Egyetlen egy oka van, kevés vizet kap. Leandert gyakorlatilag azon ritka növények közé tartozik, amit, hogyha vízbe áll, szinte folyamatosan meghálálja. Én napi egy olyan locsolóval, ami 10 liter szoktam ráönteni, maradjon mindig folyamatosan a tálcában víz alatta, és akkor nem fogja eldobálni a leveit, nem fog kifakulni, nem fog lesárgulni. Na, meccéssel. Rém egyszerű a helyzet. Nem kell nagyon okoskodni rajta, csinosítsuk ki, hogy magunknak formára tetszik. Egy a lényeg, minél közelebb vágjuk itt a levéltőhöz, hogy ne maradjon túl nagy csonk, mert az a későbbiekben csúnyán visszaszárad, és elég kellemetlenül fog kinézni az egész szezonban. Tehát itt például itt van egy ilyen, tehát itt rossz visszametszés volt, ilyen csonk van, amit persze ki tudunk törni, hogy ne csúnyáskodjon, de egyszerűbb, hogy eleve ott vágjuk el, és akkor nem marad ilyen nyom utána. Hát nyugodtan kezdjük el metszeni. Visszavágni azokat a részeket, amelyek nekünk nem szimpatikus, nem tetszik, túl hosszú. Ezeket egyébként fel is lehetne szaporítani. Sima vízbe beleállítjuk, és akkor meggyökeresedik idővel, tehát simán egyszerűen tudjuk magunknak szaporítani. Még egy nagyon fontos dolog a Leanderről. Nagyon aranyos, gyönyörű, szép növény, szereti mindenki. Két dologra azért felhívnám a figyelmet. Nagyon mérgező. Tehát ahogy gyerek van, lehetőleg ne nagyon hagyjuk szabadon mellette, mert tényleg nagyon komoly mérgezési tünetekkel jár. Ami nagyon fontos, még a füstje is mérgező, tehát ha nem, még elégetni sem javaslom, inkább ki kell dobni a kukába és eltüntetni az udvarról minél messzebbre. Jó, tehát akkor kezdjük el, ezeket itt visszametszegetjük, ahol az elfagyott részek vannak, értem szerint alá kell vágni, nem kell idegeskedni, újra fog hajtani. És minél többet vágunk vissza, annál intenzívebben fog nőni, tehát nagy visszametszés után nagy növekedés várható. Jó. Egész nyugodtan, ami nem tetszik, nem szimpatikus, vágjuk le. Itt is elfagyott részek vannak. Sajnos a pincébe kellett teleltetnünk nekünk is, ahol fényhiány van, ezért látszik ez a fakó, megnyugult, szintelen hajtások. Hát sajnos ezzel azt kell tennünk, hogy visszavágjuk, és majd szépen visszazöldül a új hajtásoknál. Tulajdonképpen erről ennyit. A másik, tápanyag utánpótlás. Nagyon sokféle tápanyagot szoktunk használni. Én egy kicsit lusta ember vagyok, megmondom őszintén, tehát jobban szeretem azokat, amiket nem oldani kell öntözgetni, hanem egy tartós hatású műtrágyák. Ez egy ilyen anyag, ezt nem kell feloldani. Tehát nem az a lényeg, hogy fel kellene oldani, hanem az a lényeg, hogy ezt így szilárdan kell rászúrni a földre, a virágföldre. És mindig mielőtt kérdeznék, hogy na miből mennyit, hány deka, rém egyszerű mérős erdényünk van. Van egy sima evőkanál, egy csapott evőkanál, az 2 dekagram. Nem kell rajta okoskodni. Egy ilyen nagy növényhez, ami körülbelül 15-20 liternyi föld, talán 15 körül van, két ilyen evőkanállal rászorunk a tetejére. Lehetőleg nagyjából egyenletesen. Ha akarjuk, egy kicsit megforgatjuk, ne maradjon a felszínen. És semmi más dolgunk, csak későbbiekben csak tiszta vízzel locsolni, de ez durván 2 hónapi kaját ad a növénynek. Hát erről tulajdonképpen ennyit.